Az Ercsi Ötvös József Nyugdíjas Klub december 12-én várt a kedves tagjait egy karácsonyi évzáróra, karácsonyi vacsorára a művelődési házba. Itt Szabó Tamás Ercsiváros polgármestere köszöntötte a szépkorúakat, beszédében bizakodásának adott hangot a jövőt illetően, és kérte a klubtagokat, hogy továbbra is legyenek segítségére a városnak, egymásnak pedig legyenek támaszai. De én azért bizakodó is vagyok, és ezzel szeretném azért ezt a panaszos időszakot lezárni, hogy mindig az ember, hogyha egy új kaput kinyit, ez 2023 legyen az amelyik kitárul előttük 19 nap múlva, és akkor talán eljön az a, ha nem is az a lazaság, az a bőség, mint ami volt régen, de azért egy takarékos és egy nyugodt beosztó gazdálkodással minden család megtalálja majd azokat a számításait, és bizakodom abban is, hogy a városunk is ugyanebben a cipőben fog működni, hogy megtaláljuk azon feltételrendszert, amiben működtetnünk kell az óvodákat, szociális otthonokat, iskolákat is, és hát itt a művelődési házat is, mert az a célunk, hogy minden ember a lehetőségekhez képest kapják meg azt a feltételt, amit hát az évek során meg tudnak szerezni maguknak, illetve mi nyugdíjasok el tudtunk kérni. A legfontosabb, hogy minden ember tartsa tiszteletben, szeretetben a másik embertársát, és természetesen elsősorban a család tagjait, gyermekeit, unokáit, és természetesen felmenő ági szülőket, nagyszülőket is. Úgyhogy boldog karácsonyt, boldog új évet kívánok! Köszönöm szépen! Mári Imréné Jolika, a klub elnöke, szintén boldog karácsony kívánt társainak, majd a születésnapos tagokat köszöntötte az egyesület nevében. Annyit szeretnék nektek elmondani, hogy nagyon-nagyon boldog karácsonyi ünnepeket kívánok nektek és a családtagjaitoknak is, és hát aztán majd a végén a boldog új évet is megköszöntjük. Szeretném mondani, hogy a tavalyi évben, illetve hát az idén, valahogy úgy jött ki, hogy nem sikerült a születésnaposokat ünnepelnünk, vagy az idő miatt, vagy azért, mert sokan betegek voltak. Hát most ennek szeretnénk azért ezt bepótolni. A klub tagjainak sokszínűségét mutatja, hogy saját műsorral is tudnak készülni időről időre rendezvényeikre. Most Pámer Jánosné szavalata után egy közös éneklés is következett. Közben megérkezett az ünnepi vacsora is, Tokics Roli barátunk ismét kitett magáért. A terített asztal mellett a klubtagok még sokáig ünnepeltek, beszélgettek, de persze volt tombola, és táncolni is lehetett az állandó zenészük Steinmann György előadására.